Nem óvodának épült ez az épület, de mindenféle hatósági engedéllyel rendelkezünk, hogy itt üzemelhessen óvoda. Az óvoda bejáratánál vagyunk. Az óvodát teljesen elkülönítettük a Gárdonyi iskolától. Tehát a bejárattól csak az óvodások tudnak bejönni az óvoda épületébe. A Gárdonyi iskola tulajdonképpen ezen a részen mögöttünk található. Igazából itt az iskolás gyerekekkel nem találkoznak az óvodás gyerekek. Ahogy tudomásunkra jutott, a szülők döntése is természetesen ebbe közrejátszott, hogy melyik épületben tudjuk megkezdeni az óvodai életet arra az időre, amíg az új óvodát felépítik. Körülbelül egy-két hónap alatt sikerült az átköltözés, ami időt vett igénybe az, hogy az iskola épületét alkalmassá kellett tenni óvodás gyerekek fogadására. Erre az önkormányzat 35 millió forintot fordított, pontosan annak érdekében, hogy ezek a gyerekek megfelelő körülmények közé kerülhessenek, és itt ezt a nevelési évet is úgy töltsék, hogy minden feltétel biztosítva legyen a számukra, a környezeti feltétel. Tanterem nagysága lényegesen nagyobb, mint egy óvodai csoportszoba. Előírás szerint is sokkal kisebb szokott lenni egy óvodai csoportszoba. Ez a terem alkalmassá teszi a különböző tevékenységek párhuzamos végzését is, úgyhogy a gyerekeknek a mindennapokban is lehetőségük van arra, hogy a mozgásigényüket kielégítsék, a csoportszoba berendezése is erről szól. Amikor pedig mindennapi mozgásfejlesztés történik, akkor természetesen a mobileszközöket, asztalokat, székeket kiviszik a teremből az óvónénik, vagy félreteszik, mert van úgy, hogy felhasználják a mozgáshoz. Tehát maga a mozgásfejlesztés így zajlik a csoportszobában. Egyébként egy óvodai tornaszoba, mert ott teremről nem nagyon beszélhetünk, általában olyan 60 négyzetméter körüli most átlagban egy óvodában. Tehát akkor mondjuk, mint ez például, ez a csoportszoba. A levegőzés? A levegőzést úgy tudjuk megoldani, hogy a kisebbek az iskola udvarára tudnak kimenni. Itt ez egy együttműködés alakult ki az iskolával. Megbeszéltük, hogy mikor tudnak nyugodt körülmények között a kisebb gyerekek kint lenni. Az életkoruknál fogva a kiscsoportos gyerekeket nagyon nem tudjuk sétálni, kivinni a környékre, eljuttatni máshova. Ezért úgy beszéltük meg, hogy a kisebbek mindig az iskola udvarát veszik igénybe. Itt be is rendeztük ezt az udvart arra, hogy az ő mozgás igényüket, levegőztetésüket ki tudjuk elégíteni. És a náluk nagyobbak, tehát a középső és nagycsoportos óvodásokat pedig a szomszédos két óvodában tudjuk fogadni, ez a Hétszín óvoda és a Napsugár óvoda, valamint különböző sport foglalkozásokat biztosítunk számára. Heti egy alkalommal úszni, heti egy alkalommal labdástorna valamilyen sportfoglalkozásra, és a hét többi napján pedig igénybe tudják venni az említett két óvodát. Ott van a 13. kerületnek egy napközis tábora, ahol megfelelő körülmények között tudnak levegőzni, természetben lenni, és minden héten egyszer kijutnak ebbe a napközis táborba az összes gyerekünk, tehát a kis csoportosokkal együtt most már mindenki kijut, és ez márciustól kezdődően biztosított minden csoportnak. Van olyan csoport, aki kétszer is kijut, hiszen egy hónapban 8 ilyen alkalom lehetőség áll rendelkezésünkre. Az iskolában milyen eszközöket helyeztek ki a kicsiknek? Mobil eszközöket, és van telepített mászóka is, ami eleve az alsós gyerekeknek az iskola telepített, és ezt használhatják az óvodások is. Tehát ez abszolút olyan eszköz, ami megfelelő az óvodásnál csoportos, és olyankorú gyerekeknek, akik időnként szintén használhatják ezt az udvart, hiszen a nyár arról fog szólni, hogy a teljes udvart használhatja az óvoda. Egyébként erre az udvarra a nyár folyamán párakaput is fogunk telepíteni, hogy a levegőzés mellett azért a felfrissülést is biztosítani tudjuk. Nyilvánvaló, hogy ezeket a gyerekeket el kell helyezni. Hál' Istennek nagyon sok gyerek van a kerületünkben.
nem férnének el a többi óvodában. Azért kell óvodát bővíteni. Erre az időszakra, amíg történik ez az átépítés, én azt gondolom, hogy nagyon megfelelőek azok a körülmények, amik most átmenetileg is de lehetőségre áll a gyerekeknek. Nagyon sok olyan plusz kapnak itt a gyerekek, éppen azért, mert nincs elég nagy saját udvar, hogy minél élményszerűbb legyen az itteni életük.